Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jön egy kis Capture the Flag Titanfall módra. Nem tudom, hogy videón ez le fog eljönni, de miközben játszottam, én ilyen adrenalint azért én nagyon-nagyon-nagyon régóta éltem át. Capture the Flag-ben amúgy is át lehet élni, tehát mondjuk egy kódban játszik Capture the Flag-et, vagy BF-ben és akárhol, azért megvan az adrenalin, főleg amikor nálad van az ászló. Nos, és mivel videót készítek, és szeretném, hogyha látnátok is valamit, nem csak azt, hogy egy tetőről kempelek defenzíven az emberkékre, ahogy néha szokták csinálni ugye Capture the Flag-be a játékosok, hanem én akkor elmegyek az ászló, és amúgy is egy agresszív támadó jellegű játékos vagyok, aki szereti játszani a célt, és szeret menni a cél után, úgyhogy megyünk az ászlóért. Nos, ugye amúgy sem mondhatnám túl átlagosnak a játékot, mivel hogy faltól kezdve tettünk keresztül talajon át, két ugrás között lehet itt közlekedni ugye a Titanfall-ba, ez azért rádob az élményre. Na de öcsém, amikor bejönnek a titánok, na akkor, hát én nem tudom átfogalmazni, hogy basszus. Tehát az masszív játék átalakítás is az a, eddig is adrenalin volt, de akkor még az a dupla adrenalin, hogy mi az Isten van. Majd minden bizony le fog jönni a játékba, tehát lesz olyan, amikor titánnal viszek zászlót, minden lesz olyan, amikor titánok között megyek, mint a hülyes, azt se tudom, hogy mi történik. Elképesztő szintig viszi ezt a játék stílust a Titanfall, szóval a TDM mint olyan is át van alakulva, a Domination is, de valahol hasonló, ugyanazok, amikor így bejött a Capture the Flag, bakker, tehát mondjuk a Battlefieldnek is van egy stílusa, beülsz a járműbe, viszed a járműbe, meg minden, de öcsém, mint egy titánnal mész, mint egy ilyen szok nagy meghel harci ruhával, és akkor így mész a titánon, na gyere, állj elém, hogy próbál meg elvenni tőlem az ászlót, az a hihetetlen mozdulat. Erre a pályára a Strider-t választottam pont azért, mert egy nagyon gyors, nagyon kis agilis titán, és gyorsan mindig célbe akartam vinni, de így jön a Eyes Motherfucker című jelenet, amikor az ellenfél viszi az ászlót, és egy ogréban viszi, és ez úgynevezett a legpáncélozottabb titánba, és akkor hát próbál meg elvenni tőle a Striderrel, aminek így esélye közelít a nullához. Hogy elvegyem tőle a zászlót, ezért is inkább így eljöttem, visszajöttem, és ott próbáltam megakadályozni, hogy ne vigye be a zászlót, de nem is került bevinniük amúgy, úgyhogy én elloptam az ő zászlójukat be a kis titánomba, és amikor ebbe a titánba vagy, és nálad van a zászló, nincs az az Atya Úristen, ami utol tud érni, mert ez lenne az egyik leggyorsabb titán, persze emiatt olyan sebzés nem is tud elviselni, viszont, hogy úgy mondjam, ez a oldalra kicsúszás része, ez a begyorsításról, ami ebből három kis csíkja van, amik kb. 3 másodpercenként újra töltődik, úgyhogy nagyon gyorsan célhoz lehet érni. Ott már láthatjátok, egy hasonszörű titán megpróbált betámadni, de itt már vége volt a bulinak, mert sikerült bevinni. Na most azért gondoljátok végig, abban a jelenetben vagytok, hogy elindultok a titánotokkal megvédeni az ászlatokat, és megpillantotok egy tőletek kétszer nagyobb titánt, akkor jön a fakje esete. Rohansz vissza az őzászlókhoz, hogy megpróbáld elhozni, vagy valamilyen szinten megszerezni a tizászlótokat, és ugye látjátok, hogy hú, sikerült, ezért felrobbant az a másik titán valami csoda oknál fogva, akkor már én is elindulok az őzászlójukkal, és akkor mehet a roham, és igyekszel kikerülni az ellenfél titánjait, igyekszel kikerülni a gyalogság szötte gyűrűből, hogy ne kezdjenek rá sorozni, és senki ne ugorjon rá, nagyon ki van találva. Lehet, hogy úgy tűnik, mintha ismerném a pályát, itt éppen azt üldözöm, aki ellopta a mi zászlónkat, és egy másik útvonalon megyek, és lehet, hogy úgy tűnik, hogy nem is, hogy ismerem a pályát, de nem. Fingom sincs, hogy merre van a pálya, nem láttam, én most játszottam rajta először, csak annyira jó a pálya design, hogy nem kell tud a pályát ahhoz, hogy úgy is tud, hogy mivel. Hogyha már egy kicsit van tapasztalatod, soha ne lőjetek antititán fegyverrel emberrel. Tehát ez az esélytelen harcod van. Tehát valahogy ez így nem működik, nem sebez emberen, ahogy kakkorát, amekkorát kéne. Na, ezen is túl vagyunk. Tippek mai napra antititán fegyverrel, csak titánokra lőjetek embereknek, mert kikaptak. Na szóval,
Ja, szóval úgy tűnik, hogy is jön a pálya. Annyira jó a pálya, ez annyira meg van csinálva, és ha van már egy kis tapasztalatod multiplayer játékon belül, akkor tudni fogod, hogy a bemérző házban lesz valahol másfél kijárata, úgyhogy ezzel nincs gond. Ugye úgy nézem, hogy a bevált technika mostában az, hogy lehívjuk a titánunkat az ellenfél tér felén, és úgy próbáljuk megszerezni a zászlót. Hát beváltnak, látszik, ma pilóták fognak, és ott arra mászkálnak. Természetesen az útban állók is botokat is megpróbáljuk lezúzni, engem idegesítenek, tehát ott vannak a szemem előtt, muszáj lelőnöm őket. Van egy olyan játékmód, hogy Pilot Hunter, ami csak arról szól, hogy pilótákat kell lelőni, tehát ott az a lényeg, hogy lejön minél több pilótát. Baj az, hogy oda is berakják ezeket a botokat, ha már elét kerülnek, akkor engem idegesítenek, muszáj lelőni, és természetesen jön a pilótás hátba lő. Nos, nagyjából ennyi lett volna. Amit még nagyon kedvelek a játékban, és nagyon jól ki van találva, hogy úgy mondjam, az pedig az, hogy nincs agyon rakva 62 000 fegyverre, talán összesen 10 fegyver hova, vagy még annyi se, és mindenki boldog. Tehát így is max. Egy vagy két fegyvert használsz. Tehát minden fegyvertípusból van egy automata, van shoti, van félautomata, gépfegyver, van csipa, az van SMG, az kb. Ennyi, el van intézve, nem? Tökölnek 62 féle fegyverre, 62 féle attachmenttel. Tehát egyszerű játék, letisztult, nagyon tudták, hogy hogyan kell visszamenni a gyökerekre. Tehát maximális 10 pont ebből a szempontból a Respawn Entertainmentnek tudnak, milyen játékot, hogyan kell egy játékot csinálni. És nagyon jól csináltak, egy kicsit visszamentek a gyökerekhez, nem bonyolították agyon a játékot, megcsinálták olyanra, ami kell, és mit akartam még mondani ezzel kapcsolatban? Hát igen, itt egy kicsit esélytelen pozícióban voltam már, de azért küzdöttem, amíg tudtam. Szóval tudták a Respawn Entertainmentnél, hogy hogyan csinálják egy jó játékot, és ugye amikor az EA azt átvette őket, vagyis hát ugye most, hogy átmentek az EA-re az Infinity Ward-osok, és Respawn, köszönjük, akkor ugye az EA kikötötte nekik, hogy van annyi időtök, amennyit akartok, csak egy dolgot kell csináltok, jobb játékot kell csináltok, mint a Call of Duty. Nos, fogtam magam és átmentem egy kicsit ghostozni eme játék után, és hát hihetetlenül fel voltam pörögve, tehát az adrenalin az túl tombolt bennem. És átmentem egy kicsit kodozni, mert kéritek a kodos videókat, és akkor csinálok a kodos videót, hát egy fakó volt a köv, egy fakó volt minden a kodban, szóval a Titanfall-hoz képest, ez egy csúcs grafika a Source Engine, de azért ügyeltek a kidolgozásra, és egyedül amire azt mondom, hogy például a két játék versenyre kell egymással, az a mozgás kultúra, mert mind a kettőben nagyon jó, de az animációk és minden azért a Titanfall sok szinten veri a kodot ebbe a szempontból, lehet azért, mert már nagyon régóta játszom. Olivier, mindegy, átmentem, fogjátok látni azt a játékot is, nagyon beteg lett. Annyira fel voltam pörögve, hogy olyan megoldásokat sikerült csinálni kodba, hogy amiket így nagyon régóta elfeledtem, már azokból a korokból voltak, amikor még így nagyon-nagyon sokat játszottam, és jó voltam Call of Duty-ból, hogy úgy mondjam. De most ugye kell, hogy három játékkal játszok, így aztán elég, hogy mondjam, színuszos a teljesítményem, hogy így fogalmazzak, de mondjuk, hogy egy Titanfall-ba elmentem egy Call of Duty-ba, igen meglepő eredmények tudtak születni, nem eredmények, hanem inkább igen meglepő szituációk, amik így rég elfeledettek voltak ebben a szempontból. Szóval Titanfall eddig nem egy csalódás, a multiplayer szerelmesei szerintem szeretik, a nagyon árkás stílus szerelmesei azok fogják szeretni, és nagyon szerethetik, úgyhogy ki van találva ez a játék. Az biztos, hogy aki sokat játszik a játékkal, ezzel a játékkal is még rá is áll a feje az aréna, az ilyen árkás stílusra, akkor az hihetetlen jó teljesítményeket tud elérni ebbe, aki minél gyorsabban megtanulja ebbe a játékba használni a környezetét, hogy a falon futás, falra ugrást, és minél komplexebben tud gondolkodni, átlátni egy pályát, és felmérni azt a terepet, hogy itt a csata tulajdonképpen lentről föntig folyik mindenhol, akkor hihetetlen agilis tud lenni a pálya, hihetetlen mozgékony, és maga előnyére fogja tudni fordítani ezt az összes pályát. Tulajdonképpen az összes pályadizájn úgy van megcsinálva, hogy tényleg
térben kell gondolkodni ahhoz, hogy a legjobb játékodat tud hozni. És tényleg tapasztaltam én is olyan pilóták, akik szinte már annyi ideje játszanak, hogy le se feküdtek a eredeti Titanfall. Olyan szinten mozgolódtak a pályán, hogy még Titánon is a fegyverre nehéz volt lekövetni, mondom ezt úgy, hogy ugye az nagyon vagy sem ez a fegyver, jó, hogyha mellé is lősz egy kicsit, mert akkor is beadja. Nos, ennyi lett volna, élvezzétek a további játékmenetet, egy kicsit elme beteg. Ez a Capture the Flag, aki még nem próbált, az próbálja ki, mert az adrenalin mennyiség, ami felszabadul a játék közben, nagyon durva. Tényleg ez meg kell tanulni kezelni, mert egyszerűen nagyon elmebeteg lett volna. Nos, köszönöm a figyelmet, nektek én voltam, következő Titanfall-ig, sziasztok! Got the IMC flag. Flag has been returned to base. Good work. Pilot, your Titan will be ready in 2 minutes. The enemy has our flag. Drop the enemy flag. Turn their flag to their base. You're gonna have to go grab it again. Bad news. The enemy captured our flag. All right, get that flag back to base. Move! Be advised. Titan ready in 30 seconds. Drop the enemy flag. On the way. Stand by for Titanfall. Took the enemy flag. AI offline. Pilot mode engaged. They got our flag. Warning. Another Titan is attacking you.
detecting IMC pilots in the area. Cut them off before they get to the evac point. The enemy dropship has arrived. Destroy it before they get away.